Na, üdvözlök újra mindenkit itt a mai nap, ismét itt vagyok. És hát itt egy újabb Sims 4-es videóval, már ugye múltkori, ugye éten ugye, még ugye foglalkoztam a Sims 3-mal is. Hát igen, most visszatérek a Sims 4-hez egy kicsit, mert úgy gondoltam, hogy ez igazából nagyon random ötletnek tűnik, hogy ez hozzam, de úgy voltam vele, hogy tényleg kéne még ilyen részt csinálni ezt a sorozatot. Tehát ma vámpírozni fogunk, nem pedig a családdal fogok játszani. Tehát igazából a család még várt magára, hogy játszfoltassuk őket. Igazából nagyon várt, alig játszottam velük azóta. De úgy voltam vele, hogy most egy kicsit vámpírozni fogunk. És egy kicsit akkor beszélt nektek arról, hogy mi is ez itt, amit látok a képernyőn, mert fontos. Tehát ez egy nem szabad egy a videóim során. Tehát, amit képen látok fent, hogy van egy baba, meg a anyukája az esőben, meg ott nyaralnak, meg ősz, meg ott ugye a tél, akkor embert csinálnak, ugye ez az időjárásos, hát kiegészítő lemez betétel volt a játékban. Ez konkrétan azt jelenti, hogy most már a játékon belül fog esni az eső, avazni fog, attól függően, hogy milyen évszaknál vagyunk. És ilyen idők lesznek. Ez azért is fontos, mert például vámpír vagy, akkor ki tudsz menni esőbe is. De ha nem vagy vámpír, akkor bármikor. Tehát ez alap. Én nagyon jó ezt tudom tölteni, és igazából azért is gondoltam, hogy én ezt be fogom hozni, mert érdekesség. És ugye ezt is lássátok, hogy néz ki. Akkor ugye ez lesz az egész, akkor betöltök egy loadingot. Ha minden jól megy. Igen, erős beszélek az a lány ki ott. A karakterem mellett, ott egy baba is ott van. Igen, egyébként a vámpír karakteremet egyébként négyszer kezdtem már újra. Ezt mondom nektek. És most tartok a legfejlettebb vámpíromnál. Lényegében. Ugye, persze ezért törölni fogom szerintem majd azt a részeket, amik olyanok. Hogy legyen normális helyzet, de teljesen nem be fogom szedni a mentéseket. Töltödj. Egyébként a mai nap úgy terveztem, és ez nagyon fontos ilyen szinten, hogy megpróbálok nektek ilyet nyugodtabb, igazából nagyszerűen nem leszek a mai játékba. Tehát beletom, mikre képes a vámpír nagy erőkkel. Nagyjából ez lesz a mai téma. Ugye, mert ugye erről készít egy három részes, igazából kettő, ugye egyet sajnos ketté vágott a rendszer, úgy emlékszek. Tehát két élő adás, ahol konkrétan taglaltam, miről van szó. De azokat ajánlom egyébként, azokat nézzétek meg, a képbe szeretnétek lenni a cuccokkal, mert jeg, az itt nem fog bemenni mindegyiségbe. Most. Töltődés, ezt várom. Egyébként érdekes ezt átváltani Sims 4-re. De Sims 3-tól meglássatok, milyen érdekes lesz. De szerintem most töltőképernyő az tölt. Na, nézzem gyorsan a minőséget, oké. Hol van pi... Au! Au! Wow! Na! Oda a vámpir, hogy elment ki. Jó, itt a vámpir, jó. Jövök mindjárt, egy kis szünet lesz. És jövök.
Mindenképpen. De itt vagyok. Az a lényeg, hogy visszatértem. Na. Nézzük át, miről is van jelenleg szó. Tehát. Mi jól lássátok, itt van a karakterem, aki így néz ki. Ugye, ez ugye, azt mondom, ugye ez a karakter már régebben is így nézett ki. Nem tudom, egyébként most ez a külsejével van. Ő ugye a vámpír karakterem, aki érdekes utat járt be. Itt ugye a gyerek, ez az ő gyerek egyébként. Azt nem tudom, még vámpír vagy nem vámpír. De ez egy gyerek egyébként, az övé. És a gyerek témában be fog jobban menni, meglássátok milyen helyzet gyerek témában. Itt van a felesége, ugye ez a karakter itt. Hát igen, ő lett a felesége, egyébként megállapodott a vámpírom most már. El tudom mondani magam, hogy megállapodott a karakter, most már nem azon vagyok, hogy ne állapodjon meg. És egy kicsit lefrissítek valamit, mert fontosnak tartom. Tehát ő itt megvan állapodva, ő a felesége egyébként, nem tudom mi lesz egyébként. Azt kell tudjátok, hogy én ezt az egészet videózáson kívül csináltam eddig. Tehát itt nem az a célom, tehát valószínűleg van dráma fog azért idővel történni, de úgy volt, ő itt boldog és él és virul. Jelenleg a jól látom, aludni szeretne. Itt ugye a vámpír, és akkor kicsit belemegyek, ha már itt vagyunk, a családfába. Nagyon fontos a családfa. Hát igen. Mi jól lássátok, a családfa itt tartó, és itt vannak a gyerekek. Ó, az egyik gyerek az megnőtt, most látom. Ó, az egyik gyerek az megnőtt, emberek. Na, azt meg kell ma látogassam. Na, igen. Tehát itt vannak a gyerekek, és át is kalakítsam szerintem. Tehát át fogom alakítani valószínűleg. Itt vannak a gyerekek, akik úgymond vannak, egyébként azt mondja, hogy mindig külön szülőt embertől van. Például ő... Például tőle van. Ő például az anyja a mostani feleségünknek. Egyébként ne kérdezzetek, miért csináltam egyébként. Én is tudom megmagyarázni. Mindegy, ő már idős emberke, az a lényeg, már idős lett. Na, ő... Ez a Lana... Ő tőle van. Össze nem ismeritek egyébként, még voltak hülyeségek vele. De hát ő az a karakter. Egyébként van egy újabb gyerekük, ez ő. Itt van ő, ez a baba, ez konkrétan Etta nőtől van itt, látjátok, Morgan Fylesztől van. És ő pont a testvérétől van. Tehát érdekes elmeken megyek keresztül, és az idősebb gyerek, ő például, aki megnőtt. És ugye ez a gyerek, aki itt láthattok, ez ugye ettől van. Tehát konkrétan ő ennek a nagyobb test, hát nem is tudom mi rokona, tehát igazából ő ennek a testvére. Tehát egy kicsit tudom, hogy bonyolultnak hangzik, de meglássátok, amiről van szó. És ő is van a játékban. Á, végre jó kontroll van. Kens Deep-el, cseréled. Schwabhedu. Egyébként a vámpírok számára egyébként azt tudom, azt hiszem egyébként jelenleg, és nem vagyok benne olyan biztos, de szerintem úgymond, azt hiszem két vámpír van a gyerekeink között, de nem tudom pontosan. Tehát ez az egy, amiről nem vagyok benne biztos, hogy van-e egyetlen vámpír a gyerekeim között. De egyébként azt hiszem van kettő, vagy három? Nem tudom. Az a lényeg, hogy van pár vámpír. Tehát igazából nem kell szégyenkezzek, hogy nincs vámpír. Na, ősz van. Na, a baba most jól van szerintem. Elmegy most ő dolgozni. A vére jól állunk. Hát igen, micsoda jó élmény visszatérni a Sims-re. Mondjuk én azért mondjuk... Egész, hát... Nagyjából amit kezdjátok az egészről, hogy azért a Sims 3-as videóim... Azt mondom, hogy tényleg az egy nagyon jó tel volt, hogy megcsináltam. De mondom, én utóbbi időben soha szímszeztem, tehát én nagyon nem voltam kivéve a rendszerből. Tehát egyáltalán most elment az apa dolgozni, a gyerek... Az... Mondjuk most pelenkát kapott, meg ételt kapott. Ö,
Mindjárt vissza is jövök, mondtam nektek, hogy egy pár szünet lesz, most is ezt meg fogom nézni. Ne menjenek el senki néző, vissza fogok térni, és folytatom. Na, itt is vagyok, ha minden jó, majd be kéne jöjjön a kamerakép. Mondtam, hogy rövid lesz, és jövök vissza. Egyébként a macskát el kell, macskúját el kell most rendre, ezek azért futottam így össze-vissza. Ezért volt az a nagy futkötás. Ezért volt az a nagy futkosás, hogy a macskát meg kell etessem és ki kell engedjem. De ez nem tartozik teljesen a Steam töltében. Na. A lány az ugye munkanélkül és alszik. Tehát az ugye emelke. Ugyok. Ezért voltam úgy, hogy inkább az legyen munkanélkül. Miért? Tehát a frissítés. Legyen egyforma a kép, azt ki. A gyerek az egyébként jól van, tehát én őt nem féltem. Fel kell az anya és egy kicsit a gyereket. És busz, egy kicsit. Belenka csere az mindig is kell. Ügyes. Most cseréltem pelenkát, ember. Akkor kapja enni is. Apa adott neked enni, de menjél. Igen, egyébként ezt már ugye, aki esetleg nézte a másik családos történetemet, ami ugye nem vámpirokkal játszak, ugye, az ugye tudhatja, hogy ugye itt miről szól gyereknevelés. És igazából nagyon nem is meg annyira belemelt valami borzalmaszkodni a lenni, főleg a tipegőkkel az élet. Tehát igazából nem kívánom senkinek, hogy átélje a dolgokat itt, hogy mi van, hogy van. Elég a mennészek szerintem azt a történetvonalat, és meglátjátok, miről van rendesen szó. Tehát amikor két gyereket ketessél meg, tedd fel meg, tedd le meg, tedd fel meg, tedd le össze-vissza ügyéskedsz. Tehát hihetetlen egyébként az a helyzet. Apa az most nagyon dolgozik, tehát ő most, a vetem most nem lőst az időn, mert ugye ő itt van. Ja, az a helyzet ugye igen. Tehát jól lássát, igazából csak az anya esik.
eszik egyébként ételeket a konyhába. Igazán az apa idesáj nagyon kell jöjjön. Tehát például megcsinálja egy ilyen kaját, ami itt láthattok. Hát nem mondom azt, hogy jó állapotba kerül. És ugye ez a érdekesség. Egyél, egyél! Tehát mennyi napod van? Ó, még van, bőven. Igen, és ősz van, ezt jól lehet látni. Hát igen, ősz van. Igen, ugye az időjárásra kicsit beszélt nektek, ameddig ő eszik. Tehát, az időjárások így vannak felosztva. Ugye be lehet állítani, hogy hány napos legyen egyébként. Én úgy állítottam be, hogy 14 napos legyen egy éjszak. Ne ét, hanem ez nagyon rövid lenne. Itt lehet látni egyébként, itt pont van nyár is elmúlt, és lehet majd átcsúszni a télbe is egyszer, tehát igazából az is előfordulhat. És hát itt alapvetően az, hogy vannak különböző öltözékek is, amit fel tud venni. Például tényleg nem rövid időben fog kimenni. Kabátba fog kimenni, és ilyen alap dolgok azért megvannak a játéknak, ami számomra nagyon jó. És hát így néz ki kb. Ez a kiegészítő lemez egyébként. Nagyjából, amit előként tudjátok, pont ugyanez, hiszen tényleg az van, hogy itt egy kiegészítő lemez, ami segíti karaktereket. Én most jelenleg azért megnézném, mert itt egyik az nagyon lemaradt. Tehát mind a rohadék lemaradtam, közben nem tudom, hogy miért maradt le a rendszer, ott mosogat. Tényleg egyébként elaludt, tehát ilyen szinten oké és a helyzet. Oh. Na jó. Te beszélj valamelyik rokonoddal. Ővel egész, mondjuk neki jó. Ő van jobb ezzel a... Vagy én? Így át is beszélgessenek. És apa jön, apa ugye vérszinten, mert azért nem könnyű. Ja, egyébként innen már kicsit nehéz a játékot menedzselni. Pont azért, mert ugye kell nézem apa szintjét is egyébként. A vámpit nem a csárra küldöm le egyébként nagyjából. Mindig el tudom az, hogy... Share fotó. Posztoljanak egy fotót. A gyerek. Posztoltatok fotót? Most komolyan nekiálltál fürödni? Jó, itt cenzor nincs egyébként, elnézést. Az a lényeg, hogy jó messzül nézze meg, ott füldik. Igen, oké. Na is tudom, hogy cenzúra sincs. Az a lényeg, azt hittem, hogy nincs cenzúra is. Hova is a számítógépünk közül? Azt a minél, csak ennyit jöttél. Az is egyébként egy gyerekem anyja egyébként ezt. Jó, ha tudjátok. Jó, egyelőre úgy tűnünk, hogy egy kicsit játsszál vele. Ha már itt van. Mi ez a... ez mit jelent pontosan? Ó! Oh, te most... Te most mit? Igen, ő az egyik anya, ő az egyik gyerekünk anyja egyébként, akit itt láttok mászkálni. Közben nem tudom, mit csinál a másik karakter. Igazából nem tudom, hogy miért jött vissza.
Én nem adtam neki kulcsot, azt hiszem. Megjött az apa, az anya az így... Na, légy romantikus, egész jól áll a vérszinten, mondjuk azért el kell menjen ma is ebédelni kicsikét. El kell menni ebédelni attól függetlenül. Majd, ugye az ebédet a vérszívásnál mondom nektek. Jó, az apa az kb. Jól áll. Orfit. Na igen, itt lehet egyetlenül téli, meg a nyári cucc. Mert mi még mi ősz van, így nem kell átötözzünk. Kicsit itt hagyom a kicsi a travel opcióba, elmegyünk a gyerekeinkhez. Kiné volt az a gyerek? Azt hiszem ott volt. Ott nőtt ugye meg az egyik gyerek. A legelső gyerekünk egyébként megnőtt. Azt hiszem, meg kicsit azért nézek szét mi van. Egyébként több Sims csár felt átvettem úgymond az irányítást. Tehát ne lepődjön meg senki, ha esetleg is lássa. Akkor mondanom, hogy csomó ilyen Sims karaktereim vannak elkezdve. Egyébként ez azért is kellett elkezdjen, mert azért annyit azért kell, tudjátok, azért olyan könnyen ezek a karakterek szó szerint hát nagyon alig rendezik. Tehát például átveszel irányt a család felett, például a sajától van egy gyereked, mert ugye csomó helyen van ilyen egyébként, ilyen pogya gyerekei vannak akárnak. Képzeljétek azt, hogy van egy férfi, és pogya, minden világban van gyereke, szó szerint ennyi. És hát... Ez is zártról tudnunk, és hát én átvettem, és egy kicsit rendetettem a dolgaikat. Kaptuk egy gyerekszobát, ágyokat, meg ilyen alapvető eszközöket egyébként adtam nekik. Csak is azért, mert úgy voltam vele, hogy miért ne. Pont esik az eső, tehát ez nagyon... Egyébként ez nagyon tetszik, hogy esik az eső. Teleport, menj oda. Ugye erre hitek a képességekre is. Kicsit. Yeah, szia lányom! Csiait! Ő az egyik gyerekünk egyébként, a legidősebb gyerekünk. Ugye itt azt hiszem van még egy gyerek, ő is a miénk, tehát igazából vele is foglalkozunk, ha már itt vagyok. Ő ugye, hát igen egyébként, egyébként ugye nagyon kihasználtam a vámpír képességet, ugye a csábítás az nagyon erős a karakternek, és képes, hogy bármikor elcsapta egy bármelyik nőt a játékban, azért elképesztő belgondoltak ilyen nő karaktereket, ugye. Szia, Chilled! Kulcsod, ugye, mi nem kapsz a... Te nem tűnsz vámpírnak, de az vagy nem vagy az? Nem is emlékszek már, ő mi akar lenni pontosan. Az eredet, nem tudom, ő mi akar lenni pontosan, ezt nem tudom, mit csináltok? Nézik a esőbe a... És esik az eső, mi jól ásat. Ó, tudok mászkálni egyébként nappal is. Az a baj, most nincs ágya. De akkor vissza kell térjek majd és átnézni. Hol a gyerek? Ő az egyik, ugye volt anyajelölt. Az olyan hozzám, mondjam. Jó. Ügyes voltál? Ne buszégass te. Mondjuk ez még nem szelmez, tud. Igen, ő volt az egyik, úgymond, első karakter, akivel összeszom a karaktert, itt látjátok. Akkor most menjünk a másik gyerekkel mert kicsit, mert ő fontosabb. Kicsit vele is foglalkozzak. Megfürdessük. Várj, ez mit kell? Ott.
Ő ugye az egyik ilyen gyerekem egyébként. Ezt kell tudjátok róla. Hol a gyerek? Lázik szegényke ott. Itt is van, látjátok, egy igen, ó, egy rókászusz, be ezt át fogom alakítani egyébként szerintem. Egy ilyen szép kislány. Megfürdünk! Megfürdünk. Az emetel mi van? Semmi, de itt lesz egy erekszobája neki, ha? Meg a Nova lesz egy erekszobája. Jó! Jó, kitérünk egyébként. Én majd kitérek rájuk. Azt hiszem ő, nem tudom, ő vámpir egyáltalán. Hazaviszlek. Hazaviszem a gyerekeimet. Gyerünk, gyerünk. Jönnek hozzám, velem együtt. Jönnek velem haza. Jönnek velem haza, mert az a fontos. Hazaviszem hozzám. Mindenki jön velem, ez boldogság, lássuk, mint a családok hogy vannak. Itt még van egy. Na mindegy, most egyet csak őket viszem azon. Többi magyar a családjuknál, meg eljököm. Jönnek a gyerekek! Jönnek a gyerekek! Jönnek a gyerekek! Jönnek a gyerekek. Milyen is egy fények lettek írtelen egyébként. Elnézést a isteni fényekért. Nem úgy van. Ah! Az a baj, el kell vigyen majd az apát vért inni valóban, mert szegény ki fog dőlni. A illes szerintem az lesz, hogy izom a gyerekekhez is el fog menni. Ó, első is tudod, meg is vett a kislány. De gyertek be. Lássam, hogy a kvélszívás szinten, mert az sem mindegy. Kéne így jön egy pár pazma. Pont ugye a kamera belóg és érdekes, én se látom rendesen. Ez egy kicsit altatja benne a szenvedést. Elnézést, ez kidobott egy kicsit. A gyerekem olyan. Az persze, hogy a számítógép, ez oké. Nem, tévézni, mert azt hittem, hogy számítógép ez megy, de... Nem. Hát, kicsit oltottam. Szerintem az lesz, hogy beszélj kicsit a felső gyerekkel, aki itt. Sír a gyerek. Ó, úgyis nem beszél a másik, ugye? A gyerekkel aludt, hogy... Aludt, jó. Yeah. Who is that? Ah, soon in it, bro.
Jön anya mindjárt, de gondolsz, no. Krishna! Inja, Inja! Jambi! Pongi de fui nuts! Ah, vár... Ó, amíg a füle is a vámpíros egyébként, de mindegy. Jó van, apa mindjárt megcsinálja, jó, apa mindjárt megcsinál. Igen, egyébként ő az egyetlen gyerek, aki itt van a láztatásomon belül. Többieket nem én tartom el, mert nem én tartom el. Mi lent is lássátok, ugye, konkrétan van ugye az anya, ő most meg fogja etetni a másik gyereket, aki egyébként most azért normális értbe állnénk, azt mondom, hogy megcsalta a párom, de mindegy, igazából szituáció lenne. Lássuk. Adjál tejet neki. Kislányom, kislányom, mi a helyzet veled? Adj egy... Ó! Apa bemászott a babába. Jó, apa aztán el fog menni. Ugye úgyis ezt elmennek egyébként, ezt kell tudjátok. Engedd ki! Engedd ki a gyereket! Engedd ki ezt a gyereket, oké? Okay? El kell menni vészt szívni. El kell menjek vészt szívni, basszus. És nem is amelyek egyébként, melyik családhoz. Hát igen, vámpírként most más az élettel. Elment a gyerek is? Igen, ő is. Ő is elment, a gyerek is. Elmenjünk vérszívni valamelyik családhoz, mindegy egyébként. Kihez megyünk? Hát nem tudom, menjek most ide. Menjek ide jó barátunkhoz egyébként. Igen, egyébként így kell menjek vérszívni lényegében, mert azért nem komolyan mégis a családból kiszívni. Egyébként a vért. És el is megyek, hát igen. Egyébként, hogy mondtam is nektek, hogy itt nem lesznek olyan nagy dolgok a játékban. Tehát igazából azt fogom nektek bemutatni, elmünk egyébként még család, azon a felépő más gyerekem ezt fog kell menni igazából. Tehát azt kell tudjátok, hogy több családhoz is el fogok menni. Több családhoz is el fogok úgymond menni, és ami nagyon fontos, hogy azért őket is megnézzük, hogy mi van a többi gyerekemmel. Ugye még van ezen kívül még kettőt meglátogatunk. Ó, itt a gyerek az ott van. Hátaverte, most mikrózol, de... Ez ring pazma lesz belőled. Mert én szomjatok a vére, basszus. Ez így nem fog működni, hogy te itt... Elmünk egy másik családhoz is, szerintem. Hogy legyen teljes a vérivás, és akkor megnézem, mi van. Jó, ő tőle ittunk vért, oké.
Akkor van -e még egy család, akit meg kéne látogatnom? Őket nem akarom. Nem, 5 ton sincs. Jó, 5 ton sincs, akkor menjél ide. Wow. Tőle fogunk vészhívni. Remélem egyébként azt, hogy most nincs olyan késő. Még egy VSZ-t igyom. És akkor egy kicsit akkor kitérnek egy kicsit a vámpír képességekre is, hiszen ugye ez tényleg a vámpíros sorozatom negyedik része, ugye? Tehát, a vámpír képesség és a fejlődés... Ah! Faszínját tudok felmutatni. Igazából nyugodtan kimerem mondani nektek, hogy sokat tudok fejlődni vámpírként, ezt majd átemet tudjátok nézni. Most ázoljuk, akkor oké. Tehát nagyon sok képességet ki tudtam oldani, és igazából annyit tudtam kioldani, hogy elrettentő. Hát persze még mindig valamit nem oldottam ki, és igazából tudom, hogy ez is baj, de mi az itt aladunk, tehát aladunk. Most vissza meg, ezzel egyébként most fel fogja egy kicsit pumpálni a éhség szintjét. Így egy kicsit nyugodtabb vagyok. Azt hiszem, onnap kell dolgozzon, nem? Na, ez kb. Ideig jó lesz neki. Ez kb. Ideig jó lesz neki. Akkor menjen haza, pihenje ki magát kicsit. Na, nézem, még mindig kicsi az egyik gyerek, lássam. Ah, igen. Ő is majd megnő. Tehát aztán majd megnézem tényleg a vámpirokat majd, ki melyik vámpir mondjuk, én azt fogalmam sincs. Sajnos. Ugye egyszer megnéztem melyik, tehát azért nem úgy álltam neki. Hiszem a végén egyébként fogom a lányt alakítgatni. Tehát veszem és a végén a lányt át fogom alakítani, az lesz a célom egyébként. A végén a lányt átalakítsam teljesen. Meglátjuk. Na, töltőképernyő, most azzal megy a családhoz. De felpumpálva meg minden marság, elmegy egy kicsit aludni, úgy látom, hogy azért anya, ő a francba van. Ő vécézik. Anya vécézik. Anya vécézik. Jóskodj el vécére az anya. Na, azért, hogy fáradt szegény. Ugye itt van a gyerekkő egyedül, szerintem teszem aludni. Lassan már milyen? Pont nem látom a napot. Basszus. Pont nem látom a napokat, egy kicsit fenne vissza, mert pont nem látom a napokat egyébként. Na így már valamit látok. Na akkor menj és hibernáljad magad a melóig. Igen, pont egyébként pont a napot nem látom, ez a zavaró. Lássam, abba az ismerem vetkéket még, hát az nagyon nem tudom szerkeszteni. Mindenki alszik, ugye? Ez mondjuk lehet jobb, mert jobban lássátok ugye a szinteket. Vagy nem is. Megy dolgozni, igen, megy.
Vagy te így fog megcsinálni, így már végig jobb lesz, nézd, így már jó, nem? Egyből láttatok mindent, ugye azt hiszem egyből láttok szinte mindent, hogy mi zajlik. Na már itt vagyok, akkor bemegyek ezekbe a fejleszt. Mint lássátok, egész sokat fejlesztettem a vámpiromon. Persze van pár képesség, ami nincs kifejlesztve, ez jól látható, tehát itt például nagyobb színeket nem, például én ezt most állomok rá, mert szerintem elég fejlesztésem van. Konkrétan itt is van, tehát most már tudunk ilyen is, hogy milyen fog ma nézni ezből milyen. Tehát azért valamit kifejlesztettem, igazából itt ezek ki vannak mi fejlesztve, ugye ezek még itt nincsenek kb. Tehát ezek ugye nincsenek kb. Kifejlesztve, de azért többsége a képességnek ki van, és ez olyan, de egy csúcs lennék. Ugye még ezekre fogok majd rágyúrni. Ez még ugye nem nyílt meg. Tehát érdekes egyébként a fejlesztési fa is, és nagyon sokat aladtam is vele, tehát igazából gond nélkül tudtam aladni. Aztán most már fel kellett, aztán kell melóba menni kicsikém. Kicsit elegem a babádat is megnézed, mi van velem. Legalább oda elmész a babáig is. A lány is kelljen fel. Na. A lány is. Egyébként a lány egyedül alszik az ágyába. Hát egyedül alszik, mi jól lássátok, mert Vámpi nem nagyon alszik az ágyba. Öltözzel már fel, ember. Jó aktív ez a baba, ember. Jó aktív. Jó, aktív ez a baba, ne aljogítok már meg. Most ment dolgozni a vámpírka. Most jön a ringatás, hogy nem tudom. Na, jó aktív vagy, ember. Hát tényleg, ha már ez így jött, megváltoztatom a lánynak a külsejét. Na, legyen izgalom egyébként. Ilyenkor ugye az lesz, hogy egyébként azt kell tudjátok, hogy a ma visz is hunk vált, tehát igazából nem leszek örökké. Ugye, hogy megbetettem a szévet, tehát igazából megvan mentve a karakter. Átmegyünk ide. Ugye, és átmegy a családomra. Ott még egy kicsi a gyerek. Átjövök ide, és meg fogom őket update-elni egy kicsit. Nem tudom egyébként a kicsi gyerek mit fog majd csinálni, ez majd kiderül akkor. És megnézzem majd egy kicsikét a rendszert. Így bármikor tudok karakter között váltani, ugye, amikor így mentek erre az egészre, és egyébként érdekes mód ez. Tehát, akár két csatot is tudok futatni egy térképen egyébként. Simán. De itt is van az itt töltött képernyő. És kicsit át fogom alakítani egyébként, nem a testét, mert azt most nem fogom bírni a kódot, de kicsit át tudom alakítani egyébként. A ját az azt hiszem meg tudom csinálni a ruházatát is. Gond nélkül. Hello! Jaj, te súlyba kéne ma ennyi, de ma nem mész. Az az ember egy fiú lenne közben, ez egy lány, higgyétek el, már tényleg ez egy lány. Lássa még nekik. Lássam nekik, hány napjuk van?
babának. Ó, még nagyon sok, baszt, és 23 nap. Az rengeteg. Az bizony rengeteg. Na jó, akkor hamar Sims-et kell kreáljunk. Vagy olyan egy olyannal csinálni ezt, aki... Gyere ide, gyere ide, anya, gyere, gyere. Gyere ide, anya, kérlek szépen, mert nem tudom, mit csinálok. Na. Igen, ő... Róla egy, itt láthatjátok ebbe az öldözékbe. Neki van egy gyereke, aki... Jó, látom, vámpír. Ő nem vámpír. Azt hiszem, ő vámpír, de ő nem. Akkor ő vámpír egyébként, ezt jelzem nektek. Ő egy vámpír akar majd lenni. Ő nem az. De most egy kicsit lányjá fogom alakítani, nem baj, mert ez ön egy fiú lenne, nem? Nem olyan egy fiú. Hasonló egy fiúhoz, de legyen már rendes. Ha. Ez ilyen vámpíros hajak egyébként, de na, legyen ez, ez olyan jó nézet ki mindig. Na, ez jó. Akkor öltözékileg egy kicsit más lesz. Legyen ez, öltözékileg, ez a szép rózaszínbe persze. És legyen egy ilyen szoknyája. Így né. Mégis egy kicsit lányosabb, nem? Tehát most, de mégis egy lányról beszélünk. Ez a göndör is jó, nem az lenne a baj vele. Csak én úgy vagyok vele inkább. Vagy ez legyen inkább. Mi ütöttem át? Nézzem már, mert mit ütöttem át akkor. Ja, ez a rókás volt, ez a rókás volt. Oké, oké. Zseniális, zseniális. Azért is csinálom egyébként meg, mert akkor így rendes házuk lesz, meg rendes élet, rendes tuca, ugye. Csod neki egy szobát, ha már itt vagyunk. Mondjuk azt lehet később, vagy inkább csak a játékra fókuszáljok. Mondjuk ez is jó neki. Ah, ez a avorú az jó. Várj, ez a torna cucc. Az nem jó. Az alvóval nincs bajom, az így kb. Normális. Ez ugye a bulis szerkos ruhája, az már legyen egy kicsit ilyesmi. Jó, akkor ez a fürdős. Ez a meleg ruha, aja az itt más, nem túl jó, egy homolya kell legyen, nem? És ez itt a téli. Na, most már oké lesz a gyerek. Szerintem jó lett. Vagy inkább ezt adom neki, mert ez jobban illik rá. Azért így már mégis másabb, nem az a gyerek? Tehát azért nagyon több, meg mindig másabb. És szerintem, ha itt vagyok, már kiraktok nekik egy ilyen fürdőszobaszerűséget is. Ha lehet, ez lesz benne az egész cituszba. Tudjon aludni ez a kislány legalább. Egyébként ez meg vagyok ez az egész, mondjuk gyorsan meg lesz az építkezés, ezzel meg vagyok, akkor visszaváltok a rendes családra, kivel kezdtük is dolgot.
Szerintem, mert nincs értelme, hogy itt leragadjunk. És akkor kicsit átakítom a szobákat, mert ugye azért erre is kell néznem.